Az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat a magyar mezőgazdaság, nem csak itthon, uniós szinten is. Néhány év alatt 60 ezerre nőtt az ezzel foglalkozók száma. 2018-ban már több mint 220 ezeren dolgoztak az agráriumban. Ebben óriási szerepe volt az Európai Unió közös agrárpolitikájának. A magyar gazdák hektáronkénti 70 ezer forintos területalapú támogatását és a fejlesztések jelentős részét is ebből a pénzből utalják. Ezek a támogatások kerültek most veszélybe. Az Unió ugyanis a jelenlegi tervek szerint a következő 7 éves időszakban már a mostaninál sokkal kisebb összeget fordítana a közös mezőgazdasági célokra. Az Agrárkamara és a Magosz ezért aláírásgyűjtésbe kezd, hogy a Brüsszelből érkező pénz a következő években se legyen kevesebb. Hogyha a jelenlegi Európai Uniós javaslat lépne életbe 2021-27-es költségvetési ciklusban, akkor Magyarország számára ez azt jelenteni, hogy 16%-kal csökkenne a közös agrárpolitikára fordítható összeg. Pedig a támogatásokra hatalmas szüksége lenne a hazai termelőknek. A magyar növénytermesztés hektáronkénti hatékonysága ugyanis például még a fejlődés ellenére is csak 54% az uniós átlagnak. Számszerűsítve a területalapú támogatás körülbelül egy 55 ezer forintban állapodhatna meg, és sokkal nagyobb mértékben érinteni ez a vidékfejlesztési programokat, ott 26%-os csökkentést jelentene, tehát egy negyedével kevesebb lenne az a beruházási összeg, amit Magyarországra vagy akár Tolna megyébe le tudnának hívni a mezőgazdasági termelők. Az aláírásokat a falugazdász irodákban és a NAK szekszárdi székházában gyűjti a két szervezet. Az új közös agrárpolitika elfogadására valószínűleg már csak az Európai Uniós választások után kerül sor.